Megnehezített pályázati feltételek. Uniós tilalom akadályozza, hogy nőjön az öntözött területek nagysága Magyarországon. Erről beszélt a miniszterelnökség helyettes államtitkára Ibrányban. Megemlékezések megyeszerte. A kommunizmus áldozataira Pócs Petriben ünnepi szentmisével és koszorúzással. Tiszavasváriban Wittner Mária 56-os halálra ítélt előadásával emlékeztek. Polgári védelem világnapja. Természeti és civilizációs katasztrófákra is fel kell készülni, ez a polgári védelem egyik alapja, hangzott el egy nyíregyházi állománygyűlésen. Uniós tilalom akadályozza, hogy nőjön az öntözött területek nagysága Magyarországon. Erről beszélt egy vidékfejlesztési fórumon a miniszterelnökség helyettes államtitkára. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Mezei Dávid azt mondta, olasz, spanyol és portugál érdekeket védett az Európai Bizottság akkor, amikor megnehezítette a magyar termelők pályázati feltételeit. A rendezvényen Román István, az Agrártárca helyettes államtitkára és Vinnai Győző országgyűlési képviselő azt hangsúlyozta, 2020-ig a lehető legtöbb uniós forrást meg kell szerezni a megyei gazdáknak. Vízben áll a határ Ibrány térségében. Itt jelenleg a belvíz okoz gondot. Valamikor pedig a szárazság miatt panaszkodnak a termelők. Erre lehetne megoldás az öntözés. Ezen a térképen az látszik, hogy a megyében a föld alatti vizek állapota gyenge. A legújabb uniós rendelkezés szerint az ilyen területeken gazdálkodók öntözéssel kapcsolatos beruházásokra nem pályázhatnak. Ez óriási problémát okoz nagyon nagy területen Magyarországon, de ezzel ezt bárhogy próbáltuk az Európai Unióban csűrni, csavarni a bizottsága volt tárgyalása során, és sajnos teljesen egyértelmű a rendelet, nem tudunk mit csinálni vele. Mezei Dávid a miniszterelnökség agrárvidékfejlesztési ügyekért felelős helyettes államtitkára egy mai Ibrányi fórumon azt mondta, tavaly augusztusban véglegesítették az agráriumot érintő uniós programokat. Az Európai Bizottság hallani sem akart arról, hogy új öntözési rendszerek építését támogassák Magyarországon. A kompromisszumos megoldás az lett, hogy csak a jó föld alatti vízállapotú területek tulajdonosai pályázhatnak. Az ország nagy része viszont így kimarad a programból. Ha most nagyon rossz májú akarok lenni, akkor valójában az olasz, portugál, spanyol gazdáknak az érdekeit védte, hiszen nekik nem érdekük azt, hogy más tagállamokban, például Magyarországon az öntözött területek a nagysága 1-2%, és messze elmaradt például a 80-as évekbeli több mint 200 ezer hektártól. Az Ibrányi Fórumon Román István, a Földművelésügyi Minisztérium helyettes államtitkára arról beszélt, hogy a 2014 és 2020 közötti uniós költségvetésben elsősorban gazdaságfejlesztési célokra lehet pénzt szerezni. Kevesebb forrás fog belőle jutni a falvakba, buszmegállókra és térburkolatra, hanem a fő irány az az, hogy azok, akik gazdálkodnak, feldolgozzák a magyar vidék által megtermelt javakat, azok ezt jobb körülmények között és gazdaságosabban, jövedelmezőbben tudják megtenni. Vinnai Győző, országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy 2020 után jelentősen csökkenek az uniós források, ezért még most kell minél jobban kihasználni a lehetőségeket. Ebben a térségben nagyon sokan élnek mezőgazdaságból, a magyar mezőgazdaságnak kiváló hagyományai vannak, most a 21. században a modern technológiát kell átvenni, és olyan lehetőségeket kell megragadni, amely tulajdonképpen biztos piacot jelent, biztos megélhetést, a középosztály megerősödését jelenti. A fórumon elhangzott, hogy az első vidékfejlesztési pályázatok tavaly novemberben már megjelentek. A legnagyobb támogatást összességében 150 milliárd forintot élelmiszerfeldolgozásra lehet igényelni. A kormányzat célja az, hogy a jelenlegi 60-70%-ról 80%-ra emelkedjen a feldolgozott mezőgazdasági termékek aránya. Megyeszerte megemlékezéseket tartottak ma. Február 25-e a kommunizmus áldozatainak emléknapja. Pucs Petriben ünnepi szentmisével és koszorúzással, Tiszavasváriban Wittner Mária 56-os halálra ítélt előadásával idézték fel az egypárti diktatúra tragikus történéseit. Ünnepi szentmisével kezdődött a megemlékezés Pócs Petriben, majd koszorúkat helyeztek el a templom falán lévő emléktáblánál. Közép- és Kelet-Európában elsőként Magyarország döntött úgy, hogy emléknapot szervez az áldozatok tiszteletére, az országgyűlés pedig még 2000-ben fogadta el az erről szóló javaslatot. Pócs Petri lakosainak áldozatvállalása kiemelkedő volt a tragikus események idején.
Az ő településüknek az áldozatvállalása, az ő elődeiknek az áldozatvállalása az, amelyik elvezetett minket ahhoz, hogy ma szabadon élhetünk, az egyház fönntarthat iskolákat, és sose felejtsük azt el, hogy milyen előzményei vannak ennek. Pocs Petriben éppen az itteni plébános kiállásának következtében és a polgároknak az áldozatvállalása eredményeként kiálltak akkor az egyházi iskola mellett 1948 nyarán. A kommunista diktatúra vissza akarta szorítani az egyház működését, pedig a közösségi célok érdekében az államnak és az egyháznak együtt kell működniük, tette hozzá Hegyi László. Február 25-én, idén már 16. alkalommal emlékeznek meg az áldozatokról Magyarországon. Annak idején 1947. február 25-én a független kisgazdapárt főtitkárát, Kovács Bélát a szovjet hatóságok elhurcolták, annak ellenére, hogy képviselői mentelmi joga volt, és ezzel akarták demonstrálni a demokratikusan megválasztott hatalomnak, hogy elkezdődött a kommunista diktatúra, aminek Közép-Európában 1 millió áldozata lett. A fiatalabb generáció, valamint a jövő generációja számára is fontos, hogy megismerjék a múltat és különbséget tudjanak tenni bűnös és áldozat között, hangzott el a megemlékezésen. Ez a nap azt gondolom, hogy amellett, hogy hangsúlyozzuk, hogy a megbékélés jegyében gyűlünk össze valamennyi helyszínen a kommunizmus áldozataira való emlékezés okán, fontos, hogy fölmutassuk az áldozatok példáját, fontos, hogy beszéljünk a bűnökről, mert erről konkrét ismeretekkel kell rendelkezniük a fiataloknak. 2016-ot egy tavalyi kormányhatározat szerint forradalmi emlékévnek nyilvánították, az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából. Ennek első eseménye a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja. A Nemzeti Emlékezet Bizottság honlapján mától elérhető azoknak a személyeknek a neve, akik a forradalom kitörésétől egészen 1963-ig, valamint az azt követő megtorlásban is szerepet játszottak. Olyan jó volna már, ha Jézusi szeretettel tudnánk egymás felé fordulni. Tiszavasváriban a kommunizmus egyik, még ma is élő áldozata, a 8 hónapot halásoron, majd 13 évet börtönben töltő Wittner Mária tartott előadást a helyi középiskola diákjainak. Visszaemlékezésében hangsúlyozta, a forradalomról beszélni kell a fiataloknak, hogy a történelem ne ismételhesse meg magát. Én azóta is egyfolytában emlékezem, mert muszáj emlékezni az egész életemmel. Vagy azért, mert 20-rangú állampolgár voltam, vagy azért, mert nem mondom azt, hogy valahol elő vagyok, de a rendszer, az úgynevezett rendszerváltás óta, ami azért nem egészen úgy történt, ahogy kellett volna történni, akkor már csak egy dolgom volt, hogy mindazok, akik nem lehetnek köztünk, mert csak a koponyájuk vádolnak, de beszélni nem tudnak, tehát a nevükben igenis, hogy beszélnünk kell. Át kell adni az ő igazságukat, le kell mosni róluk a gyalázatot, amit rákentek, mert ezeket az embereket becsülettel harcoltak a hazájukért, és ugyanabban a becsületben temették el őket, csak halálba gyalázták meg, mert kétszer ölték meg. Egyszer fizikailag ölték meg, egyszer pedig anonimmá tették őket. Szabó Zoltán, a tiszavasvári középiskola igazgatója elmondta, Wittner Mária visszaemlékezése az 1945 utáni magyar történelem egyik legsötétebb időszakát segít megértetni a diákokkal. Én úgy gondolom, hogy a mai gyerekek keveset tudnak erről az időszakról. Talán a tanmenetek, tantervek sem foglalkoznak elősúlyjal, legalábbis én úgy érzem. Ugye ez a tananyag van a Magyarország 45 utáni történelme a tanulmányok végén, és úgy gondolom talán, hogy egy ilyen műsorral, egy ilyen megemlékező műsorral talán meg tudjuk neki adni azt a hangsúlyt, amiután talán már történelmi órák is, amikor ez a korszak kerül terítékre, talán egy kicsit gördülékenyebben és mélyebben fogja a tanulókat is megérinteni.
A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapját 2001 óta rendezik meg, emlékezve az egypártrendszer 100 millió halálos áldozatára. Természeti és civilizációs katasztrófákra is fel kell készülni, ez a polgári védelem egyik alapja, mondta a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Polgári Védelmi Szövetség elnöke Nyíregyházán a megyei katasztrófa védelmi igazgatóság és a szövetség ünnepi állománygyűlésén. A Polgári Védelem Világnapja alkalmából szervezett gyűlésen idén 13-an kaptak elismerést. A Nemzetközi Polgári Védelmi Világszervezet 1972. március 1-én alakult meg, erre emlékezve tartják a Polgári Védelem Világnapját, mondta az ünnepi állománygyűlésen a megyei szövetség vezetője. A Polgári Védelem Világnapja alkalmából Magyarországon immár 24 éve emlékezünk meg minden év március 1-én azon emberbaráti feladatok ellátásáról, amelyek a lakosság háborús cselekedetektől, illetve a katasztrófák következményeitől való megóvására irányulnak. A polgári védelem egyik alapja, hogy a védekezésben résztvevő szervek, szervezetek szorosan együttműködjenek, a természeti és civilizációs katasztrófákra is felkészüljenek, tette hozzá az ünnepi állománygyűlésen a szövetség elnöke. Jelenleg a önkéntes és civil szervezeteknek a képviselői, illetve az igazgatóság vezető állománya, aki részt vesz ezen az állománygyűlésen. Itt főként a polgári védelemben önkéntesen civil társadalmi szervezetek részéről önkéntes mentőcsoportok vezetői tagjai kapnak elismerést, tárgyutalmat adunk 13 fő részére. A Szabolcs-Szatmár Bereg megyei állománygyűlésen a Polgári Védelem Világnapja alkalmából többek között közbiztonsági referensek, polgárőr egyesületek, valamint járási és települési mentőcsoportok vezetői kaptak elismerést. Verő emberekkel akadályozta meg a Fidesz, hogy az MSZP beadja a boltok vasárnapi nyitvatartását lehetővé tevő népszavazási kérelmet, hangsúlyozta Nyíregyházán a Szocialisták országos alelnöke. Lukács Zoltán a Fidesz iroda előtt tartott tájékoztatóján azt mondta, a Nemzeti Választási Irodánál történt eset nem csak az MSZP-t érinti, hanem a választópolgárokat is. Az példátlan egy demokráciában, hogy a hatalom kopasz kigyúrt verőlegényeket küld egy Nemzeti Választási Irodába, hogy megakadályozzon valamit. Ez egyfelől példátlan, másfél azt mutatja, hogy a hatalom fél a saját állampolgárainak a véleményét megkérdezni. És attól, hogy Orbán Viktor tegnap bejelentett egy egyébként tét nélküli népszavazás, mert anélkül a népszavazás nélkül is ugyanolyan jogosítványai vannak, az azt jelenti, hogy ő azt gondolja, hogy a miniszterelnöknek van joga, a népnek meg nincs joga. Diákmunkásokat toboroz a MÁV, a munka lehetőségekről hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. A Csákváron elért döntetlent követően második tavaszi bajnoki meccsén is idegenben lép pályára a Kisvárda Masztergód. A labdarúgó NB2 17. fordulójában a tabella 5. helyén álló várdaiak szombaton az Illovas Gyirmót otthonában vendégszerepelnek. Legutóbbi két bajnoki meccsén vereséget szenvedett a Sunshine Nyikse csapata. A férfi kosárlabda NB2 keleti csoportjában szereplő együttese előbb hazai környezetben a Hajdú Hatházi KK-tól kapott ki 88-85-re, majd a listavezető DKE Deac verte 118-54-re Kovács Tibor tanítványait. Közösen toboroz diákmunkásokat a MÁV Start és a Fürge Diák Iskola Szövetkezet. A meghirdetett munkákra a jelentkezés folyamatos. A diákokat a felkészítést követően napi 8-12 órában foglalkoztatják majd. A folyamatosan meghirdetett állásokra személyes kompetenciaként határozott fellépést, konfliktuskezelést, valamint jó kommunikációs készséget várnak el a diákoktól. Emellett bizonyos munkakörök esetén fontos a betöltött 18. életév és idegen nyelvismeret is. Fiatalok jelentkezését elsősorban a következő pozíciókra várjuk. Állomási segítő, állomási általános információs, irodai adminisztrációs munkatárs, illetve később majd a nyár folyamán kerékpáros segítő, illetve információs hangos bemondó munkatársakat várunk. A jelentkezés az folyamatos, és természetesen a diákokat mielőtt bevetnénk, felkészítjük, tehát egy tanfolyamon is részt vesznek, ahol megkapják a munkájukhoz, a feladatok ellátásához szükséges minden fontos információt. A MÁV és az Iskola Szövetkezet már évek óta együtt működik diákmunkák szervezésében, amik főként idénymunkának számítanak.
Ez napi 8 óra, vagy esetleg egyes pozíciókban 12 óra, és ami várható, hogy az ünnepnapokon és az ünnepnapok előtt egy-két nappal lesz igény a diákok munkájára. Általában információszolgáltatás az, amire szüksége van a MÁV-nak, tehát hogy plusz információt tudjon szolgáltatni a megnövekedett időszakban. Tehát itt a útba kell igazítani azokat az utasokat, akik nem ismerik a járást a pályaudvarakon. Legfőképpen az a lényeg, hogy jó kommunikáció képességgel rendelkezzen, és előny, hogyha valamilyen idegen nyelvet is beszél a diák. A jelentkezéshez regisztráció szükséges, további információk pedig a MÁV és a Fürge diák weboldalán is elérhetők. A Csákváron elért döntetlent követően második tavaszi bajnoki meccsén is idegenben lép pályára a Kisvárda Masztergód. A labdarúgó NB2 17. fordulójában a tabella 5. helyén álló várdaiak szombaton az Éllovas Gyirmót otthonában vendégszerepelnek. Gólgazdag mérkőzéssel kezdte a tavaszi szezont a kisvárdai futballcsapat. A várdaiak a nyitófordulóban Csákváron léptek pályára, és 2-2-es félidő után 3-3-as döntetlennel zárták a találkozót. A vendégek kulcsár kiállítása miatt 40 percen keresztül emberhátrányban játszottak, góljaikat pedig Cseri Rajci és Bagi szerezte. Sós Imre vezetőedző a körülmények ismeretében elégedett volt az egy ponttal. Ebben a másodosztályú bajnokságban ugye az őszi szezon, most már azt lehet mondani, hogy 16 forduló eltelt, még senkinek nem sikerült pontot szerezni ember hátrányban. Nekünk ez sikerült, úgyhogy ezt mindenképpen pozitívumnak kell érdekelni. Amit ki lehetett hozni ebből a meccsből, a csapat azt kihozta. Egy olyan pályán kellett játszani, amin folyamatosan állt a víz. Majdhogy nem azt mondhatom, hogy valamennyi játékoson karuszó volt. Nagyon nehéz volt a labdát továbbítani. Csalóka volt egy kicsit a kép, mert olyannak tűnt a mérkőzés, mint hogyha lehetne passzolni, a valóságban viszont állandóan tocsogtak a játékosok a vízben, és azért ez a technikai kivitelezéseket, a passzpontosságokat, a labdakezeléseket, azokat a nüanszokat, amiken itt egy-két másodpercen múlnak döntéshelyzetek vagy döntések, azokat ez nyilván befolyásolta. A tabellán 23 pontjával jelenleg 5. helyen álló Kisvárda a következő fordulóban a 36 ponttal listavezető Gyirmót otthonában lép pályára. A két csapat őszi mérkőzésén a gyirmótiak győztek 1-0-ra. A meccsen már pályára léphet a várdaiak házi gólkirálya, az előző fordulóban sérülés miatt hiányzó Erős Gábor is. A Gyirmót ezt a bajnokságot megnyerheti. Azt is ki lehet szerintem jelenteni, hogy ezt a bajnokságot csak ők tudják elbukni, hiszen olyan előnnyel vezetnek, és nagyon sok mérkőzést játszanak hazai pályán, tehát mindenféleképpen egy erős, jó csapat otthonában látogatunk. Én azt mondanám, hogy a felkészülési meccsek alatt is próbáltunk erős csapatokkal játszani, hiszen román, kazak, sorolhatnám a csapat neveket, akiket megküzdöttünk, hogy könnyebb játszani egy olyan csapat ellen, amely úgy gondolom, hogy inkább játszani akarja a futballt, de veszélyes csapat a Gyirmót, hiszen nagyon jó csapat, és azon túlmenően vannak olyan egyéni kvalitásai a játékosainak, amely alapján bárki bármelyik pillanatban képes eldönteni a mérkőzést. A Gyirmót-Kisvárda mérkőzés szombaton 17 órakor kezdődik. A forduló további párosítása a következő: Soroksár, Csákvár, Szigetszentmiklós, Sopron, Szeged, Siófok, Dunaújváros, Vác, Ajka, Szolnok, Mezőkövesd, Balmazújváros és Budaörs, Zalaegerszeg. Legutóbbi két bajnoki meccsén vereséget szenvedett a Sunshine Nyikse csapata. A férfi kosárlabda NB2 keleti csoportjában szereplő együttes előbb hazai környezetben a Hajdú Hatházi KK-tól kapott ki 88-85-re, majd a listavezető DKE Deac verte 118-54-re Kovács Tibor tanítványait, akik pénteken Gyulán lépnek pályára. A többi csapathoz képest később kezdte a bajnokságot a Sunshine Nyikse, így az év eleje meglehetősen sűrű a nyíregyháziak számára, előfordul, hogy egy héten belül háromszor is pályára kell lépni a Kovács Tibor együttesének. Most ez a helyzet, az elmúlt szombaton hazai pályán a Hajdúhatházi KK-t fogadták horváték, és a meccs a vendégek 3 pontos sikerével zárult. Szerdán a listavezető DKA Deac vendégeként 64 pontos vereséget szenvedett az újonc. Az első meccsen, szoros meccsen szenvedtünk vereséget. Fájdalmas vereség volt, de el kell ismerni, hogy az ellenfél jobb volt. Ha mondhatok egy nevet, egy Farkasinszki Gabival, aki center poszton azért jóval erősebb és jobb teljesítmény nyújtott, mint a mi játékosaink, és elsősorban fizikailag és súlyban nem tudtuk őket megtartani. A második mérkőzésen mi lettünk volna pályaválasztók, igazából már az ellenfél vezetőivel megbeszéltük, hogy
Debrecenben egész jó termeket tudnak biztosítani számunkra, és azt gondolom, aki ismeri a debreceni sportéletet, a Phoenix csarnokot nem kell bemutatni. Ott játszottuk a mérkőzést, én azt gondolom, hogy egy játékosnak egy nagy lehetőség és öröm egy ilyen csarnokban játszani. Az ellenfél jóval jobb tudású, sokkal edzettebb. Az NB2 keleti csoportjának tabelláját a DKL Deac vezeti 100%-os teljesítménnyel, a Sunshine Nyikse 7 győzelemmel és 5 vereséggel a 7. helyen várja pénteki gyulai vendégjátékát. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Uniós tilalom akadályozza, hogy nőjön az öntözött területek nagysága Magyarországon. Erről beszélt egy vidékfejlesztési fórumon a miniszterelnökség helyettes államtitkára. Mezei Dávid azt mondta, olasz, spanyol és portugál érdekeket védett az Európai Bizottság akkor, amikor megnehezítette a magyar termelők pályázati feltételeit. Megyeszerte megemlékezéseket tartottak ma, február 25-e a kommunizmus áldozatainak emléknapja. Pócs Petriben ünnepi szentmisével és koszorúzással, Tiszavasváriban Wittner Mária 56-os halálra ítélt előadásával idézték fel az egypárti diktatúra tragikus történéseit. Természeti és civilizációs katasztrófákra is fel kell készülni, ez a polgári védelem egyik alapja, mondta a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Polgári Védelmi Szövetség elnöke Nyíregyházán a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság és a szövetség ünnepi állománygyűlésén. A Kölcsei Televízió híradóját látták csütörtökön, friss hírekkel természetesen holnap este is várjuk majd önöket, tudósításainkat addig is elérhetik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap többnyire felhős időre számíthatunk. Péntek estig a Kárpát-medence időjárását eleinte a tőlünk délre elvonuló ciklon, majd az északnyugat felől benyúló anticiklon alakítja. Kezdetben többnyire nagy nedvesség tartalmú, péntek napközben északnyugat felől már szárazabb levegő áramlik térségünk fölé. A hőmérséklet a sok évi átlagnak megfelelően alakul. Éjjel többnyire erősen felhűs lesz az ég, eső, havas eső, néhol havazás is valószínű. A délkeleti, majd az északira forduló szél gyenge vagy mérsékelt marad, reggelre általában -1 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben eleinte többnyire erősen felhűs lesz az ég, majd felszakadozik, csökken a felhőzet. Számottevő csapadék már nem valószínű. Az északi szél időnként megélénkül, délutánra 5 fokig emelkedik a hőmérséklet. Hidegfronti hatás van térségünkben. A hétvégén erősödik a nappali felmelegedés, szombaton a fokozatosan megnövekvő felhőzetből szorványosan előfordulhat kisebb eső, vasárnap azonban kicsi a csapadék esélye. A jövő hét elején több helyütt elered az eső, záporeső, hétfőn hullhat helyenként nagyobb mennyiség, ugyanakkor az ilyenkor szokásosnál hazánk nagy részén több fokkal melegebb időre van kilátás. A jövő hét közepén ismét alacsonyabb maximum hőmérsékleteket mérhetünk, de csak szorványosan valószínű csapadék.